Két év többé-kevésbé stabil ellátás után ismét hozzá kell szoknia a kárpátaljaiaknak a több órás áramszünetekhez. Ukrajna energiahálózata a folyamatos rakétatámadások következtében az elmúlt két hónapban ugyanis olyan szinten megrongálódott, hogy naponta több alkalommal is kikapcsolják a villanyt. Van, ahol napi 4 órán át, és van, ahol napi 8-12 órán keresztül nincs szolgáltatás. Az első masszív áramszünetek legutóbb 2022. októbere és 2023. februárja között voltak. Akkor a háztartások és a vállalkozások igyekeztek aggregátorokat beszerezni. Nincs ez másként Kárpátalja magyar nyelvű televíziójánál, a TV21 Ungvárnál sem, ahol gyakran úgy készítik a napi adásokat, hogy közben megy az áramfejlesztő berendezés. Kulin Zoltán vezérigazgató szerint a legfontosabb energia az, hogy a kárpátaljaiak belső aksia még bírja a megterhelést. A közösség iránti elkötelezettség, a szakma iránti elkötelezettség energiája. Ez is megújuló energia, ami állandóan a környezetből táplálkozik. A napjaink ezt nagyon próbára teszi, és nagyon fogyasztja ezt az energiánkat, különösen most, ami itt az országunkban történik. De éppen az, amiről ez az energia szól, az, hogy nekünk itt hivatásunk van, nekünk itt a sorsunk azt diktálja, hogy a szülőföldünkön megmaradjunk, és hogy a szakmát magas szinten műveljük, ez ad energiát. Kárpátalján minden este bejelentik, hogy a következő nap folyamán hány órakor fog kezdődni az áramszünet és meddig fog tartani. Mindezt az interneten egy grafikonból tudják kiválasztani az itt élők. A vállalkozók szerint, miután nyáron egész nap világos van, még elviselhető, ha napközben lekapcsolják a villanyt. Az is sokban befolyásolja ezt, ugye, hogy nyári időszak van, tehát sokáig van világos, meleg van, tehát a fűtést, a fényt nem hiányoljuk annyira a szünetek folyamán, mint egyébként a téli időszámításban. Hát nyilván akkor majd az megrázóbb lesz. Egyelőre nem gondolunk rá, próbáljuk még ezt a nyári ritmust fenntartani, hál' Istennek nem éljük meg annyira rosszul egyelőre. Ukrajna megyéjének időszakos áramtalanítása sajnos elengedhetetlenné vált ahhoz, hogy a megmaradt energiahálózat megterhelés nélkül tudjon működni. A kijevi vezetés például rendeletben utasította az állami, köztük az oktatási intézményeket, hogy azok kezdjenek el takarékoskodni. A most felnövekvő generációnak az óvóhelyeken történő tanuláshoz és az áramszünetekhez is hozzá kell szoknia. Amikor nincs áram, akkor általában olyan dolgokat szoktunk csinálni, hogy amikor nekem tanulni kell, vagy rajzolni szeretnék, akkor édesapukám behoz egy akkumulátort és egy lámpára ráteszi, és utána pedig elkezdek rajzolni, utána anya valamit ott a kis testvéremmel játszik. Nem hiába tartja úgy a helyi mondás, hogy a kárpátaljai ember annyira edzett, hogy még a jéghátán is túlél és megél. Azonban ehhez a valósághoz minden bizonnyal nem kellene hozzászokni, ha az országban béke lenne és abba maradna a fegyverropogás. Akik pedig az emberek feje fölött döntenek, ráébredhetnének arra, hogy hány ember életében okoznak komoly törést.